Jó reggelt, sziasztok! Első dolgunk megetetni ugye ma reggel a kovászt, mutatom, hogy hogyan. Látjátok, most így néz ki, hibernált a hűtőben, egy olyan hete volt kb. Megetetve utoljára, és most az lenne a dolgunk, hogy a felső részét, tehát kb. A felét leszedjük, azt ki fogjuk lökni, és a megmaradt kis kovászt, azt pedig megetessük. Számomra a legegyszerűbb ezzel a cuppal dolgozni, ugye nem kell elővenni a mérleget, mindig egy fél cupnyi lisztet fogok rárakni a kis kovászunkra, és körülbelül majdnem ugyanannyi vizet, picivel talán kevesebbet, tehát nem teszem így színig, hanem majdnem úgy mondanám háromnegyedig a víz. És akkor ezt jól összedolgozzuk, míg nincsenek benne lisztcsomók, ugye? Kb. Erre az állagra van szükségünk, és nyugodtan rakjatok még hozzá vizet, hogyha esetleg túl sűrűnek látjátok, vagy lisztet, hogyha túl laza lenne a kovászotok, vagy túl folyékony. Igazából tényleg itt rugalmas a dolog, nem lehet nagyon elrontani szerintem. Nálunk általában a mosókonyhában van a legmelegebb, úgyhogy ebbe a sarokba szoktam berakni a kis kovászomat, kelni, és még be is bugyolálom, nagyon fontos a hőmérséklet, ugye melegben tud igazán jól felfutni a kovász. Nyilván most ezzel egy kicsit nehéz dolgunk van, mert tél van, de értitek, jó lesz. Na, elkészült a sminkem. Sziasztok! Közben pedig, mint mindig, a jól van, ez így fiúkat nézem. Amikor írtátok talán ketten-hárman is a kommentben, hogy a videó alá kommentben, hogy meglepődtök, hogy nézem őket, de igazából pedig szerintem sokszor jelentek már meg így a csatornámon, és szerintem nagyon kevés olyan rész van, amit nem láttam, tehát minden reggelen velük indul körülbelül. Készülődés közben nézem őket, vagy hát reggelizés, tehát ebbi kaja közben nagyon szeretem nézni őket. Kifejezetten szimpatikusak a fiúk, ez nem is kérdés, meg nagyon-nagyon sokszor egyetértek velük nagyon sok dologban, nyilván nem mindenben, de mondjuk 80-85%-ban biztosan. Na, ez csak egy kis side note. Elkészültem, mert felszeretnék venni egy TikTok videót, igen, még mindig ott vagyok abban a fázisban, hogy szeretném megszeretni a platformot, többet szeretnék oda is posztolni nyilvánvalóan, de megmondom őszintén, nem mindig megy annyira könnyen, viszont most jött egy nagyon izgalmas csomagom, amit gondoltam, hogy ott majd akkor így meg unboxingolunk, és nektek is megmutatom természetesen. Nézek lefelé, mert itt van Luizi a lábaim közt, így ebben a formában kell őt elképzelni. Jaj, de izgalmas! Mesélek nektek is erről a kis rendelésemről, ugyanis ez egy műbőr kabát. Hosszú kabát, csak izé van rajtam. Mi ez papucs, szoknival, az annyira nem szexi. Na mindegy, szóval azt mondtam épp a TikTok videóban is, hogy nagyon ritkán tetszik meg nekem nagyon valami, ami így öltözködéssel kapcsolatos. Az a helyzet, hogy tényleg annyi ruhám felgyűlt így például a 2 éves együttműködésem kapcsán az About You-val, ugye, ami volt régebben, hogy nem is érzem azt, hogy kellenének nekem még így újdonságok, vagy bármi, de nem is mentegetőzni akarok, hát TikTokban is elmondtam, mindenki azt vesz magának, amit csak szerete. De egy olyan darab volt, amit így megláttam, és annyira megtetszett nekem, hogy azt mondtam magamnak, hogy na, ezt most én meg szeretném venni, úgyhogy így is tettem. Lehet, hogy picit nagy rám, talán nem mertem a legyen kisebbet venni, mert tudtam, hogy úgymond magasabb is vagyok mondjuk, mint Kylie. Ugye
az alapján indultam ki, ami rajta volt a képeken. Na ez egy Kylie kabát, Kylie Jennernek ugye a márkája, ezt mondtam, lehet. És azt hiszem, hogy rajta SS volt, és akkor én egy MS-t rendeltem, nem vagyok benne teljesen biztos, mindegy is. Ugye ez a pufi új, nekem ilyen szerelem. Olyan, mintha anyának a gardróbjában találtam volna meg ezt a bőrkabátot, és nagyon tetszik nekem, úgyhogy nagyon örülök, hogy megvettem, és szerintem nagyon csinosan ki van alakítva, magas sarkúval, szerintem annyira jól néz neki, kifejezetten tetszik. Nyilván nem vagyok hozzá jól felöltözve, tehát valami csinip kéne alá, de el tudjátok képzelni. Úgyhogy nagyon boldog vagyok tényleg, olyan amúgy a háttér annyira ki van égve, mert ugye onnan jön a fény, mintha így felköltöztem volna Mennyországba, na mindegy. Nem mutatom Dávidnak, mert nagyon vártam már, hogy kibontsam és hogy lássam ilyen. Kicsit nagy. Szerintem ez ilyen kell legyen, nem? Ilyen kell legyen. Kylie Jenneren egy SS volt, és akkor egy MS-en vettem. Mit szólsz? Nekem nagyon tetszik, mint anyától vettem volna ki a üzéből. Mit jobba jártuk volna, ha nem veszed ki? Vagy ilyen nagyocska vagyok benne? Nem, kifejezetten jó szerintem. Igen? Na jó. Tojás készül, és egy kis mamaféle spenót főzelék, amit annyira, de nagyon-nagyon szeretek, hogy az valami elképesztő, ez lesz most a hát reggeli ebéd. Imádom. Közben pedig most Hédiék podcastját nézem, hallgatom. Mielőtt neki kezdenénk valami másnak, gyorsan voltam, rápillantunk a kovászra, hogy most hogyan áll. Ugye 8-kor etettük meg, és most van 12 lesz 10 perc, kb. 4 óra telt el. És már most, mint láthatjátok, kb. A duplájára nőtt, tehát kb. Most itt van így. De nem ez a maximum, és én azt általában meg szoktam várni, hogy a maximum magasságát elérje. Körülbelül idáig kell felfutnia, és akkor lesz jó. Így néz ki. Ott vannak a kis bubik. De ennek még kell kb. 2 óra szerint. Na hát fel is vagyok szerelkezve, megyünk ki egy picit az udvarra, a kertbe, mert itt az ideje, hogy leszedjük a rózsákról a kis fóliákat, bár nincs annyira jó időként, ugye, mint említettem, de nagyon, hát már elég nagyocska hajtások vannak így a fóliák alatt, ugye átlátni rajtuk, a kutya közben hisztizik. Na mindegy, és már nincsenek ugye fagyok éjszaka sem, úgyhogy itt az ideje, hogy leszedjük őket és felszabadítsuk a kis rózsafáinkat. Úgyhogy ez igazából azt jelenti, hogy már nagyon közel van a tavasz, aminek nagyon, de nagyon örülök. Mindig ezt várom a legjobban minden évben. Munkára fel, remélem, hogy 1-2 óra alatt befejezzük ezt a részt. Szintén most nagyon jól jön a Dávid anyukájának a segítsége, hogy hogyan is metszem én meg ezt a rózsafát, hogy mondjuk az jó legyen, és a kicsit el vagyok veszve, megmondom őszintén, mert nagyon sok szár van, nagyon sok hajtással. Szokott jönni ő hozzánk, és akkor megcsinálja a kezdeti metszést, ugye? Csak most pont tényleg nem tud jönni, és most itt vagyok én ezekkel a rózsákkal, és nem nagyon tudom, hogy mit vágjak le, és mit hagyjak meg. Valamit itt vágdassok belőle, aztán csak jó lesz. Ide, Dávid! Ilyen eszközökkel operálunk. De amúgy, Dávid, te nem falat. Te azt mondta, hogy falatmester lesz. Kicsivel. Ó, igen, 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 tökéletes. Ebben a fázisban még púpos a teteje, ugye innen látni. Ebből a fázisban a legjobb belőle sütni, úgyhogy össze is állítom a kenyeret gyorsan. Képzeljétek, ez pont nem olyan rég érkezett, úgyhogy abszolút belevág a témánkba. Ezen fogom majd ugye este, de majd mesélem a folyamatot itt is. Ezen fogom este
begyúrni a kenyeret, még mielőtt beraknám a hűtőbe, és akkor nem koszolom a pultot, erről sokkal könnyebb szerintem letisztítani a dolgokat, a maradékokat, úgyhogy ez egy ilyen kis szilikonlap, biztos nem mondok vele, vagy nem mutatok vele újdonságot, csak ez így most számomra az legalábbis, és Emágról rendeltem. Sokszor jön az kérdésben, hogy milyen lisztet használok, hát én ezt a lisztet használom, ugye ez a BL55, vagy hát 550 nálunk, de látjátok, Hajdú finom liszt. Nyilván vannak, vagy lennének, nem tudom, nálunk nincsenek, de valahol biztos lennének olyan lisztek, amelyek még jobbak a kovászos kenyér elkészítésére, de én abszolút elégedett vagyok ezzel is. És ami esetleg még egy plusz tipp lehet, nagyon jó ez a műanyag tál erre a kenyérkészítésre, mert van ugye ez a kis teteje, amit rá tudunk aztán szépen rakni, úgyhogy ezt én nagyon kedvelem, ez pedig Bonamiról van. 150 g kovásszal kezdünk. Ehhez adunk hozzá 350 g langyoskás vizet, és ezt szépen összekeverjük, míg egy ilyen teljes állagot nem kapunk. Nagyjából ez az állag, amire szükségünk van, ugye elkevertük, és akkor erre jön a fél kiló liszt, tehát 500 g liszt. Szupi, és akkor ezt most elkeverjük. Nem kell nagyon jól elkeverni, de látni fogjátok az állagot, amit szeretnénk elérni. A sót, azt majd csak az ezutáni folyamat elején fogom belerakni, szóval most még az nem kell. Akkor majd hívő. Így van, tehát én... Következő lépésben ugye vissza kell etetni a maradék kovászt, tehát ennyi maradt az alján. Fontos, hogy mindig maradjon valamennyi az alján, mert akkor nyilván, ha elhasználjátok az egészet, akkor nem lesz már kovászotok. Szóval egy kevés van még itt, ugye, és erre teszünk ugyanannyi adagot, mint amit mutattam nektek a reggel is, tehát egy fél káp lisztet, és egy, hát majdnem fél káp vizet megetetjük. Várunk, hogy felfusson. Nem várom, hogy felfusson teljesen a maxig, hanem ha már úgy a duplájára felfutott, akkor kb. De várhatok maxig is, na mindegy, fel kell futnia, és akkor be lehet rakni ismét a hűtőbe. Na hát nagyjából letelt az egy óra pihi idő, ilyenkor... Fókusz! Oké. Ilyenkor jön el az ideje az első stretch and fold folyamatnak, ugye? De előtte gyorsan még belerakom a sót. Három ilyen kis kupicával szoktam rakni bele. Oké. Bevizezem kicsit a kezem, mert akkor így nem fog ráragadni. És akkor igazából ezt már szerintem sokszor láthattátok nálam is, vagy máshol, hogyha ugye néztek ilyen videókat. A lényeg az az, hogy mind a négy oldalát így fel kell külön-külön húzni, és saját magára ráhajtani. Egy oldal. Két oldal. Három oldal, egy harmadik oldal, és akkor a negyedik. Jó, ez volt az első, és ezt kb. Hát fél óránként, 40 percenként ismételjük meg, és háromszor, négyszer kell megcsinálni összesen. Jó, és most pihenni hagyjuk egy olyan 5-6 órán át a pulton, tehát szobahőmérsékleten. Minél melegebb van, annál jobb neki nyilvánvalóan, de így is meg fog kelni. Hát 6 óra alatt biztosan. Na hát, csináltam magamnak egy kis kávét. Amikor kérdeztétek, hogy kérdezte valaki, hogy új kávéfőzőt használunk-e, de egyébként nem. Ugyanúgy a Philipset használjuk a legtöbbet, meg minden nap, de ezt a kis, hát milyen is...
mindegy, nem üt eszembe a márkája, de ugye Nespresso kapszula megy bele. Na, azt használjuk. Hát ugye, amikor kedvünk van valamilyen ízesített kávéhoz, vagy épp nincs mondjuk itthon szemes kávénk, nem tudom, nem volt egy drága készülék, és gondoltam, hogy jó kis kiegészítés lehet a konyhánkban, és például ilyenkor, amikor nincs kedve már egy erős kávét inni, de mégis innék valamit, akkor ez tökéletes, mert ugye csinálok egy gyengébb, hát gyengébbnek érzem, aztán lehet nem is gyengébb kávét, vaníliás ízű például, vagy karamellásat, és akkor az úgy olyan desszertes a feelingje, értitek? Na szóval, kenyérkészítés, kovászos kenyér, kovászolás, úgy amúgy. Egyszerűen én annyira rákaptam, és annyira szeretem csinálni, hogy ez valami elképesztő. Mi már nem tudunk bolti kenyeret enni, vagy hát nyilván tudunk, csak nagyon nem esik jól már a bolti kenyér. Tehát bármennyire is elrontom a kovászos kenyeret, tegyük fel, az akkor is jobb lesz, mint a bolti kenyér szerintem. És minden héten sütök. Egyébként nem elég a heti egyszeri sütés nálunk, tehát abszolút süthetnék kétszer is egy héten. És hát igazából nem tudom, hogy miért nem mondjuk a pandémia alatt szoktam rá erre, mert akkor nagyon sokan kezdtek el kenyeret sütni, de valahogy nekem ez így most egy éve jött elő. Szerintem TikTokot pörgetve hozta be így ezeket, a TikTok hozta be ezeket a videókat nekem, és ugye mivel látta, hogy érdekelnek engem, és így rákaptam ezekre a videókra, ezért még többet hozott be belőlük. Nagyon megtetszett nekem annó a kis dizájnolás, hogy hogyan lehet belerajzolni, stb. Tehát az a kis kreatív rész tetszett meg igazán talán, és akkor így kezdtem el. És én is meglepődöm azon, hogy mennyire jól sikerült így elsőre a kovász, és a kenyérsütési folyamat, meg hogy milyen jók így a kenyerek végül is, pedig hát nyilvánvalóan nem vagyok egy nem tudom milyen nagy profi. Ugye már egy éve csinálom majd, nem? Tehát hát azért még nincs egy éve, szerintem tavasz végén már inkább nyár volt, amikor elkezdtem. Szóval remélem tudok nektek segíteni ezekkel a videókkal, kis updatelt verziókkal, tippekkel, stb. Mert tényleg tapasztalni kell egyébként a folyamatot, tehát mindenkinek más a kovásza, mindenkinek más az, ami bejön leginkább. Úgy gondolom, ez a recept az, ami nekem bejött, és ez a folyamat az, ami nekem működik, és ezt használom mindig. Szóval azért mondom én el ezt nektek, mert hát ha akkor ti is tudtok ebből inspirálódni. És azt vettem észre egyébként, hogy ez a 6 óra még ilyenkor kell, tehát ugye utolsó stretch and fold után még egy olyan 5-6 órát hőmérséklettől függ, de 5-6 órát hagyni kell a pulton, és akkor fog ő igazán megkelni. Azt vettem észre, hogy ez a folyamat az, ami igazán fontos. Tehát ha megvan a 3 stretch and fold, az úgy általában elegendő, ha több van, akkor az annál jobb nyilvánvalóan, és ez a 6 óra, ez azért kell. Nehezebb ilyenkor, amikor ugye mi az hidegebb van. Fontos számára a hőmérséklet, nyáron sokkal könnyebben kell, és kevesebbet kell várni, és jobb az egésznek az állaga, de abszolút ilyenkor is lehet sütni, és nem lesz vele gond. Szóval, ha lejár a 6 óra, most ugye hát az olyan 10 óra lesz, 11 lesz körülbelül nálunk, akkor még egyszer átgyúrjuk, és berakjuk a hűtőbe éjszakára, és akkor holnap reggel már lehet is sütni vele. Gondolkozom, hogy van-e még esetleg bármilyen tipp, amit megoszthatnék veletek, de ha kérdésetek van, akkor azt írjátok meg ugye a videó alá, kommentben, és válaszolni fogok nektek. Tényleg bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, szívesen válaszolok, ha tudok. És igen, várom, hogy begyúrhassam, és holnap pedig ugye nyilván mutatom nektek a sütést is. Most viszont lehet, hogy gyorsan kipakolom a mosogatógépet, és aztán pedig majd még megyek anyáékhoz is provanci szendvicset enni. Gyerekkorom egyik kedvencét, ezt a retro szendvicset imádom egyszerűen, és én ez most így valahogy szóba hozta valamelyik nap, és mondtam anyának, hogy anya, szeretnék enni, úgyhogy lehet, hogy fog nekem csinálni ma estére. Na, de még jelentkezem. Hát már is készül a provanci szendvics, a retro szendvics. Így néz ki. Biztos nagyon egészséges. Na, ez az. Ez volt régen is, anya. Uh-huh. Ezt tettük mindig, mikor kicsik voltunk, és nagyon szeretjük, úgyhogy most anya csinál nekem. És anya. Ez el is készült, a provanci retro szendvics. Ezzel a sajttal nem annyira jó, viszont ezzel a reszelttel nagyon. Nagyon jó étvágyat. Közben hazaértem, és én ma este bizony ezzel zárom a napot. Annyira cuki, hogy ez valami elképesztő. Van benne fürdőbomba, szappan, illetve habfürdő is. Úgyhogy nagyon jó, nagyon cuki.
Na, végeztem is a fürcsivel, most megnézem, hogy hogy áll a kenyerünk. 9:30 van egyébként. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi ezt itt most be kéne gyúrni. Hát igen, nem néz ez ki rosszul. Nőhetett volna még nagyobbra, de azért elég jó. Bubik vannak a tetején, jól néz ki, én ezt most begyúrom, mert aztán bealszom, úgyhogy nem akarom, hogy túl kelljen, mert reggelig ez nagyon túl kellene, úgyhogy most meg is csináljuk. Egyébként nem lett volna rossz, ha mondjuk úgy kb. Hát, úgyhogy eddig, hoppá, így látjátok, eddig, ha felnőtt volna, így is nagyon jó lesz. Ilyenkor az a lényeg, hogy így mindig alá gyúrjátok be, tehát van ez a mozdulat, amit így csinálnotok kell. Kicsit így alányúltok, betekeritek. A lényeg az az, hogy ugye nyomás keletkezzen a tésztában belül. Kicsit amúgy most valamiért ragacsosabb lett, mint máskor, de jó lesz. Szóval így ez lenne a mozdulat. El, és aztán magatok felé, és mindig így alá. Így van. Ups. Hát amúgy ez most nagyon ragacsos lett. Nem szokott ennyire ragacsos lenni egyébként, úgyhogy szerintem lehet, hogy még kellett volna hagyni kelni egy picit. Oké, beraktuk ugye fejjel lefelé a kis tálkánkba. És én nedves konyharuhával szoktam lefedni a tetejét, hogy ne száradjon ki a hűtőben a felső réteg. Ez a kis tál egyébként Zara Home-os, és kifejezetten erre van, és azt vettem észre, hogy szebbek a kenyerek, amióta ezt használom. Egyébként van egy elnevezése, egy ilyen specifikus elnevezése, ami most nem jut eszembe, de igen, Zara Home, máshol is lehet venni egyébként. Na és akkor most berakjuk a hűtőbe, és akkor hát reggel folytatjuk. Jó reggelt, már be is izzítottam a sütőt. A lényeg az az, hogy alulfelülsütésre van rakva, és 270 fokra. Tehát ez fontos, egy olyan 20-30 percig melegítem az öntött vasedényünket, és aztán pedig rakom bele a kenyeret. Hát elő is került a kis kenyerünk, és én rizslisztre szoktam megszórni a tetejét. Valahol láttam, nem emlékszem már, hogy hol, és én azóta így csinálom. És aztán a kis Zara Home-os eszközömmel ugye rajzolok a tetejére ezt-azt, és aztán mehet is be az öntött vasedényünkbe. Jó, szépen belehelyeztük. Egyébként nobilákászás ez a kis edény, de máshol is találtok, én nagyon szeretem egyébként ezt. És akkor mehet is vissza 25 percre 270 fokon, ugye? Na szóval, 25 perc után levesszük a tetejét. Szép lesz. Így bizony. Vissza. Levesszük a hőfokot 230-ra, és még így sütjük 25 percen keresztül. Na hát így néz ki a végeredmény, ilyenkor még szoktam hagyni kb. Fél órát kihűlni, ugye? Mert nem jó nagyon melegen megvágni nyilvánvalóan. Egyébként nem ez lett a legszebb kenyerem, amit valaha sütöttem, de ez általában így van, amikor videózol, vagy meg szeretnél mutatni valakinek, vagy különlegesebb alkalomra készül, akkor nem lesz annyira jó, vagy annyira szép, viszont finom lesz szerintem, biztos vagyok benne, hogy finom lesz. Úgyhogy igen, készen is van a kenyerünk. Remélem azért tudtam nektek segíteni, és tényleg, ha bármilyen kérdésetek van, akkor ezt írjátok meg a komment szekcióban, és akkor majd igyekszem válaszolni. Na hát nem lett ez rossz, az az igazság. Na hát én majdnem elfelejtettem elköszönni tőletek, már közben voltunk egy születésnapon is, mert mint ilyen gyerek zsúron, és eszembe jutott, hogy a vlogtól nem köszöntem el, úgyhogy igen. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mai részt, remélem, hogy tetszett nektek, és találkozunk legközelebb, sok puszi!